Újpest MTK-t az OTP Bank Ligában a 28. fordulóban egy délutáni program, amely reméljük, hogy jól sikerül, mert mind a két csapatban benne van a remek játék esélye. Pölöskei tolja ki a bal oldalra, Csiki befelé cselesz, Pölöskei, eddig jó összjáték, lövése visszatett labda, szép játék volt. Szujics. Szujics. Új, hegedűs. Meglepő megoldás volt, hogy Forró ahelyett, hogy beadta volna a labdát, inkább kapura küldte, de hegedűs ki tudta tolni. Szabadrugás az MTK-nak. Kanta, egy csúsztatás, Balajca. Beleért a kapus, és reklamál is Horváth Zsolt, aki fejjel megcsúsztatta a labdát, hogy szögletet kellene ítélni. Hát ez teljesen egyértelmű, de a játékvezető, vagy lehet úgy is mondani, a játékvezetők nem látták. Elveszíti a labdát Torgelle, és most viszonylag üres terület van Szujics előtt. Most teszi be középre, nem volt bent. Por lábán fölperdült a labda, és a kapu torkában aztán kivágták az MTK védői. Nagy helyzet volt, de nincs gól. Rosszul eltalált labda, de bejut középre, és ez így lövőhelyzet. Szujics nagyszerű passz, Bárdi fölé! Hát mit hagyott ki Bárdi? Szujics végtelen önzetlen volt. Játékba hozta Bárdit, ez a passz remek, kicsit kisodródott már Bárdi, ettől függetlenül nem talált kaput. Pölöskei. Finoman átemeli. Egy jó belőtt labda, Balajcának kell hárítania. Majdnem vezetés szerzett az MTK. Bárdi a labda mögött, ő fogja elvégezni ezt a szabadrugást. Az 53. percben két tagú a sorfal a rövid oldalon. És vannak kóri horgas játékosok, például Hudák az Újpestben. Szujics, Négo. Négo, Szenis Jávjavics mögött elszállt, Ojo, gyönyörű csel, Ojo mellé! Visszalövi az alsó sarokba, az egy más kérdés, hogy rajta volt a kapus, hegedűs, illetve hogy mellé ment. Az újpestiek nem tudnak helyzetet kialakítani, az MTK pedig nem nagyon akar. Ojo és Négo előtt viszonylag szabad az út, Négo a 16-oson belül ellövi a hosszú alsó sarok irányába. Szép volt ez is. Szujics középen, Szujics rávezeti a védőkre, elveszíti, de aztán visszaszerzi. Szabad rugás, életveszélyes helyről, szembe a kapuval, 16,5 méterről nagyjából. Négo ott áll a labda mellett, de ami fontosabb, hogy Litauszki a labda mögött. Litauszki, ó, de nagy volt lő! Szétnyílt a sorfal, és Litauszki számítása bejött, mert a lábak között, a sorfalban álló játékosok között Litauszki Róbert vezetés szerez a hazai csapatnak, az Újpestnek. Hegedűs gondolkodik egy kicsit, és ebből labdavesztés lesz. Szankovic szerzi meg, Ojo egy az egyben, Ojo kapufa! Ez pedig hegedűs védése. Ojo meglőhette volna negyedik gólját az Újpest színeiben. Ráadásul mindezt 5 mérkőzésen belül tehette volna. Megint Szujics. Őrületbe kergeti az MTK játékosait. Szujics még mindig hihetetlen, nem lehet tőle elvenni. Jó lövés, hegedűsre kell kitolnia ezt a távoli kísérletet. Sorozatban 5. összecsapását is megnyeri az OTP Bank Ligában az Újpest.